Mintegy 225 ezer fürdőzőt fogadtak idén a Sóstói Park és Tófürdő területén, 10 ezerrel többet, mint tavaly ilyenkor. A látogatók 50%-a belföldi vendég, azonban egyre többen érkeznek a környező országokból is, Szlovákiából, Lengyelországból és Romániából. Az új 4 csillagos szálloda tovább lendítheti a sóstói strandlétesítmények forgalmát a jövő év nyarától. A komplexum lehetővé teszi majd, hogy több vendég akár hosszabb ideig is itt nyaralhasson, ez pedig új megvilágításba helyezheti Nyíregyházát az ország és Európa turisztikai térképén egyaránt. A szálloda fontosnak bizonyult, hiszen évek óta egyre több a külföldi vendég, idén már a fürdőzők közel fele valamelyik szomszédos országból érkezett. Ez a létszámnövekedés több éves marketing munka eredménye, amelyet a várossal közösen alakítottak ki a fürdőhely üzemeltetői. A külföldi vendégek mellett fontosak a hazai látogatók is, különböző programokkal invitálják a vendégeket Sóstóra. A strand mellett az állatpark, a múzeumfalu programjai is vonzó az ide látogatóknak. A 2017-es nyár végén sikeres szezon zártak a fürdők. Köszöntöm a stúdióban Podlovics Rolandot, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagyon szépen hangzott ez a bejátszás. Mit tudunk még ehhez hozzátenni? Igazából pontosítani talán egy kicsit. 225 ezer vendégünk a parkfürdőben volt, és hát mellette volt még 38 ezer vendégünk a tófürdőn. Összességében pedig valamennyi fürdőegységünkben 297 ezer vendéget fogadtunk a 3 hónap alatt, hiszen a Júlia fürdő is egész szezonban üzemelt, és a fürdőház is fogadta a vendégeket. Én gondolom azért a jó időnek ennek ehhez jelentős hozzájárulása volt, hiszen... Természetesen évről évre látjuk, hogy egyre nagyobb az érdeklődés. Egyrészt a tófürdő az egy nagyon jó, hát tulajdonképpen jól mutatja, hogy milyen volt a nyári szezon a látogató számával. Tavaly évben 26 ezer vendéget fogadtunk. Most ezzel a 38 ezer vendéggel az elmúlt évek második legjobb látogató számát értük el. Ez azt mutatja, hogy a július-augusztus hónap mindenféleképpen kiegyensúlyozott strandolók számára kedvező időjárást hozott. Az élmény partfürdő ezzel a 225 ezer vendéggel pedig azt gondolom, hogy a tervezett szinten sikerült beállítanunk a látogatószámot. 230 ezer körüli vendégszám, ami jónak számít június-július-augusztus hónapban. A június kicsit gyengébb volt és a július eleje, majd az igazi strandi szezon az tulajdonképpen a július második hetétől kezdődően, és lényegében augusztus végéig kitartott. Úgyhogy... Mi volt a csúcsnap, amikor a legtöbben fordultak meg a parkfürdőben? Csúcsnapok azok igazából az ilyen 5-7 ezer látogatószámot jelent. Azt vesszük észre évről évre, hogy egyre jobban kiegyensúlyozottabb. Nincsen már az, mint korábbi években volt, hogy nagyon nagy terheltsége van a strandnak, hanem egy általános terheltsége van. Én azt gondolom egyébként ez az egészségesebb is. Az egyidejű befogadó képességet ez nem ez jelenti, hiszen az is egy szűkebb számot jelent. Viszont az egész nap az átmenőben változnak a látogatók nyilvánvalóan egy strandon. Én azt szeretem, hogyha 3500-4000 körül vendégszám van, mert akkor még kellemes a zöld felület, kellemes a medencékben a vízfelület nagysága. Úgy gondolom, hogy árérték arányban akkor járnak legjobban a vendégeink, hogyha egy ilyen látogató számú lapon érkeznek hozzánk. Hogy vizsgázott a komplexum mekkora leterheltség mellett? Jól vizsgázott, én azt gondolom, szeretném megköszönni ezután is a munkatársaimnak, hiszen nagyon sokan éves szinten ugye általános statisztikai létszámunk 160 fő, de ilyenkor feldúzzanunk szezonos munkavállalók, akik csak június, július, augusztus hónapban segítik a munkánkat, illetőleg diáfoglalkoztatottak is segítik még a munkát. Azt gondolom, hogy a vendégek elégedettsége az igazi fokmérő a visszajelzés. Természetesen egy ilyen jellegű szolgáltatói szektorban nyilván mindig vannak panaszok, és hát nyilván tökéletesen nem is lehet csinálni egy szolgáltatást sem, de úgy gondolom, hogy évről évre azok a visszajelzések érkeznek, hogy visszatérő vendégeink vannak, egyre többen nem csak egyszer-kétszer jönnek egy hosszú hétvégére hozzánk, hanem több alkalommal is megtisztelik a strandunkat, és a vendég elégedettség mutatója az is, hogy a környező szállások már ilyenkor is, a következő júliusra például már vannak foglalások. De azt is lehetett látni ott Sóstón, hogy reggel 9-kor megjelentek autóbuszok, szlovák rendszámú külföldi buszok, és este 6-kor pedig gyülekezett az utastársaság, és mentek vissza haza.
Igen, évről évre már vannak szerződéseink, nem csak Szlovákiából, hanem még Lengyelországból is. Az ember azt hinné, hogy már ilyen egynapos turizmus vonatkozásában nem nagyon jön szóba ez a dél-lengyelországi terület. Mégis vannak, akik úgy érkeznek, hogy kora reggeli órákban nyilván elindulnak valahonnan Zsesov környékéről, és hát 11 dél körül megérkeznek hozzánk. A közelebbi szlovák településekről jönnek a reggeli órákban, már itt vannak a buszok, és hát este 7-ig is itt maradnak, úgyhogy ez egy intenzív utazás a részükről. Több olyan utazásszervezővel is kapcsolatban állunk, akiket már előre várjuk, tudjuk, hogy mikor érkeznek kedden és csütörtökön, és külön szerződés alapján fogadjuk őket nyilvánvalóan a délutáni időszakra. Mennyire fogja átrajzolni a következő szezont, elnézést, a most épülő szálloda? Nem csak a következő szezont, én azt gondolom, hogy egy hosszabb távú, egy teljesen más képe lesz a Sóstónak. Azért látni kell, hogy nagy befogadó képességű szálloda Nyíregyházán jelen pillanatban nincs. Hála Istennek épül ez a 122 szobás modern városok program keretében, azért ezt mindig el kell mondani, hogy hála Istennek. Amellett, tehát ezek már kézzelfogható eredmények, a modern városok program keretében épülő szálloda is egy ilyen. Össze lesz kötve a fürdővel. Mi, amikor 2015-ben a gyógyászat fejlesztését stratégiai célként tűztük ki, és hát már azt megelőzően ugye a gyógyhelyfejlesztési munkánk is, a gyógyvízminősítés, különböző gyógyászati kezelések, állandó szakorvosi jelenlét biztosítása, ezek mind abba az irányba vezettek, hogy amellett, hogy a családi turizmus számára a nyári hónapokban már nagyon szeretnek minket, egyre több helyen ismernek, egyre többen jönnek, a maradék időszak, szezonon kívüli időszakban viszont gyógyturistákat szeretnénk itt fogadni. Ennek a minden feltétele lényegében adott. Most már az is adott, hogy egy megfelelő színvonalú szállodában jöhessenek jövőre hozzánk. Sokat várunk a szállodától, nem csak a nyári forgalom mellett, hanem az egész éves kihasználtságban. Úgy gondolom, hogy egy olyan turisztikai destináció, Sóstófürdő, amely rendkívül egyedülálló adottságokkal rendelkezik. Ugye van termálvízkincsünk, gyógyászatunk, na de hát maga az a természeti környezet, illetőleg hát az állatkert, a csodálatos nemzetközi hírekkel rendelkező állatkert, múzeumfalu, az egész egy olyan millió, amely mindenféleképpen alkalmas arra, hogy egy olyan új vendégkört, aki egy magasabb színvonalú szolgáltatást vár ma a szállásban is, meg tudunk szélozni, és én bízom benne, hogy ez egy komoly vérfrissítés lesz a sóstói turizmus vonatkozásában. Úgy legyen. Podlovics Roland, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm.